Mindenkit nagy szeretettel köszöntök a Fidesz és a KDNP sajtótájékoztatóján. Szeretnénk röviden reagálni Rétvári Bence államtitkár úr által elmondottakra. Ahogy arról a kormány sajtótájékoztatóján elhangzottak is jelzik, egy egészen más korszak köszönt be a pedagógusok és az egészségügyi dolgozók életében, mint a Gyurcsány és a szocialisták kormányzásának idején. Létbizonytalanság helyett kiszámíthatóság, megalázás helyett megbecsülés jut ma a pedagógusoknak és az egészségügyi dolgozóknak egyaránt. A baloldal sorozatos pénzkivonásokkal nem csak veszélybe sodorta az iskolák és a kórházak működését, de kilátástalanná tette a pedagógusok és az egészségügyi dolgozók ápolók, kórházi dolgozók helyzetét is. A pedagógusok és az egészségügyi dolgozók közül is ezrek kerültek utcára. Ne felejtkezzünk erről, a 2002 és 2010 között több mint 200 ezer ember veszítette el a munkáját. Ezek közül jó néhányan voltak egészségügyi dolgozók, illetve pedagógusok is. Ők azért vesztették el a munkájukat, mert a szocialisták összevontak intézményeket, bezártak iskolákat, bezártak kórházakat. Majd egyébként a megmaradt dolgozóktól is elvettek egyhavi pénzt, tehát a szocialisták kormányzása alatt béremelésről az egészségügyi dolgozók, illetve a pedagógusok még csak nem is álmodhattak. A sorozatos pénzkivonás miatt az iskolák és a kórházak egyre nehezebben és egyre rosszabb állapotban működtük. Ma is azt látjuk, hogy a baloldal miközben egyetlen, a pedagógusokat és egészségügyi dolgozókat támogató intézkedés nem szavazott meg a parlamentben, csak hergelni tudja a pedagógusokat és az egészségügyi dolgozókat pártpolitikai érdekek mentén. Tüntetéseket szerveznek nekik, és felhasználják a pedagógusokat és az egészségügyi dolgozókat saját pártpolitikai céljék érdekében, miközben kormányzásuk alatt nem törődtek velük, elengedték a kezüket, és nem foglalkoztak a pedagógusok és az egészségügyi dolgozók problémáival. Ezzel szemben a polgári kormány cselekszik. 2010 óta folyamatosan pótoljuk a pénzt az oktatásba és az egészségügybe, azt a pénzt, amit az a szocialisták 8 év alatt kivettek onnan. Mindkét ágazatban emellett Béremelések indultak meg. A pedagógusoknál indult el elsőként az életpálya modell, amelyet most már ugye több életpálya modell is követett, a pedagógus életpálya modellnek köszönhetően a tanárok bére 2013 és 2010 között körülbelül 50%-kal fog emelkedni. Idén januárban a nem pedagógus végzettségű nevelést oktatás segítő alkalmazottak bére is emelkedett. Az egészségügyben ugyancsak jelentős béremelések zajlanak. Tavaly szeptemberben béremelés indult az ápolók esetében, amely 2019-re átlagosan 65%-kal fog nőni az ápolók bére. A szakorvosok és a kórházi gyógyszerészek, szakgyógyszerészek bére két év alatt 207 ezer forinttal fog megnőni. A kormány mai tájékoztatása szerint már a tavaly novemberi bruttó átlagbér adatokból is egyértelműen az látszik, hogy az átlagosnál jóval nagyobb mértékben nő az egészségügyben dolgozóknak a bére, illetve a pedagógusoknak a bére. Azt láthatjuk tehát, hogy Magyarországon az átlagbér növekszik, de az átlagbérnél jóval nagyobb mértékben növekszik a pedagógusok, illetve az egészségügyi dolgozók bére. Azt is hozzá kell tennünk, hogy az egészségügynek, illetve az oktatásnak a pénzügyi alapja is sokkal kiszámíthatóbbá váltak. Ez biztonságot nyújt az intézményeknek és az ott dolgozó szakembereknek is. Az önkormányzatoktól átvettük, az állam átvette az iskola fenntartás terhét, amely jelentősen hozzájárult 2002 és 2010 között ahhoz, hogy az önkormányzatok több mint 1000 milliárd forintos adósságot halmozzanak fel. A pedagógusok és az egészségügyi dolgozók pedig kiszámíthatóbb, nyugodtabb pályára és emelkedő bérekre számíthatnak ennek következtében. Ugyanígy egyébként megtörtént ez a konszolidáció az egészségügyben is. A kórházak adósságait is folyamatosan csökkenti a kormány. Olyannyira, hogy már nem csupán csökkent a kórházi adósságok növekedési üteme de az egészségügyi intézmények ötödénél, tehát 21 kórház esetében megszűnt az adósság, tehát nincsen 21 kórháznak ma már adóssága. Ma már tehát nem csak a napi túlélés a cél az iskolában és a kórházakban, hanem jelentős fejlesztések is zajlanak. Tehát még egyszer, a szocialistákkal ellentétben amikor létbizonytalanságban voltak a pedagógusok és az egészségügyi dolgozók, ma már kiszámíthatóságot tapasztalnak, megalázás helyett pedig megbecsülést.